kívánok! Szeretettel köszöntöm az óvoda közössége nevében az adventi várakozásban osztozó egybegyűlteket. Köszönjük, hogy a meghívásunkat elfogadva a polgármester úr, a képviselőtestület tagjai megtisztelnek jelenlétükkel. Köszönjük Faragó Artúr atyának is, hogy a kezdeményezésünket lelkesen támogatja, és rövid elmélkedésével ünnepibbé teszi ezt. Legnagyobb örömmel és szeretettel az óvodásainkat köszöntjük, és kedves szüleiket, akik életük legdrágább kincsét, a gyermeküket ránk bízva, a mi óvodánkat választották a gondviselés, nevelés színteréül. Kérem, fogadják szeretettel, és hallgassák meg rövid műsorunk kezdő részét. Kérem Faragó Artúr atyát, hogy rövid kis történetével tegye színesebbé ezt a mai esténket. Egy történetet hoztam magammal, azért is, mert a történetek mindig szabadon hagynak minket, eldönthetjük, milyen szereplők vagyunk, hol helyünk a történetben, és hogy mi hogy állunk a történet tanúságával, tanúságaival kapcsolatban. Ez a régi szép klasszikus történet ugye a retett vödörről szól. Egy indiai vízhordó ember a vállára vetett rúd végeire akasztott két nagy vödörben hordta a vizet. Az egyik vödrön volt egy kis hasadás, a másik viszont tökéletes állapotban volt, és mindig tele érkezett meg a hosszú út végén a gazdaházához, míg a másik edény a fele vizet elcsorgatta út közben. Így ment ez már két éve minden nap. A vízhordó ember mindig csak másfél vödör vizet vitt haza a gazdának. Az épp edény természetesen nagyon büszke volt magára és a teljesítményére, arra, hogy tökéletesen megfelel a célnak, amire készítették. Szegény repett vödör szégyenkezett tökéletlensége miatt, rosszul érezte magát, hogy csak félig teljesítette a feladatot, amire szánták. Két kudarcnak megélt év után végül megszólította a vízhordó embert. Szégyellem magam és bocsánatot szeretnék kérni, mondta. Miért? Kérdezte az ember. Miért szégyenkezel? A repett vödör így válaszolt. Az elmúlt két éven át minden nap csak felét tudtad elvinni a gazdához, annak a vízmennyiségnek, amivel elindultunk, mert útközben a fele víz kicsepegett a repedésemen. Az én hiányosságom miatt többet kellett dolgoznod, és nem kaptad meg a munkád teljes értékét. A vízhordó embert elszomorította az öreg, repett vödör bánata, és így szólt hozzá. Hazafelé menet ne szomorkodjál, inkább gyönyörködj a szépséges virágokban, amik az út mentén virítanak. Valóban, mielőtt felfelé haladtak a dombon, az öreg vödör elnézegette, ahogy a napsugarai játszanak a csodálatos virágszirmokon, és egy kicsit jobban érezte magát. Ám az út végére lehangolódott, mert megint csak félig telve érkezett a gazda házához, úgyhogy újból bocsánatot kért a vízhordó embertől. Az ember így szólt hozzá. Észrevetted-e úgy közben, hogy a gyönyörű virágok csak az útnak azon az oldalán nyílnak, amerre te haladsz, a másik oldalon pedig nem? Azért van ez, mert már régóta tudok a sérültségedről, és gondoltam előnyt kovácsolok belőle. Virágmagokat szórtam végig az út mentére, és hazafelé jövet, te minden nap megöntözted őket. Két éve szedek már gyönyörű csokor virágokat a gazdám asztalára. Ha te nem olyan volnál, amilyen vagy, nem részesülhetne a szépség áldásában.
mindnyájunknak megvannak a magunk hiányosságai, valamennyien talán egy kicsit repett edénykék vagyunk. De ha hagyjuk, Isten áldását teszi hiányosságainkat a teremtett világ számára. Isten csodálatos gazdálkodása nem engedi, hogy bármi is kárba vesszen. Ezért mi alatt keressük egymás szolgálatának lehetőségeit, igyekszünk együtt dolgozni egymás javáért, ne zavarjon, ha nem tudunk mindennek tökéletesen megfelelni hiányosságaink miatt. Ismerjük és fogadjuk el őket, és hagyjuk, hogy előnyünkre váljanak, hogy szépséget adjunk magunk után az úton, amerre elmegyünk. Merjünk bátran nekiindulni, tudva, hogy gyengeségünkben erőt találunk, és Isten minden nemből igent tud alkotni. Szent Bernát adventi könyörgése. Jöjj el népek várakozása, Urunk Jézus, örvendeztess meg minket Isteni jelenléteddel, nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Jöjj, Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló gyenge embernek. Jöjj el Isteni dicsőség fénye, jöjj el Isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazza veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erős és bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül föl nem veszel minket az örök hazába, amelyet te alapítottál és magad építettél föl. Hogy eljöttek, és velünk együtt ünnepelték meg az első gyertyagyújtásunkat. Jövő héten ugyanígy szeretettel várunk mindenkit, akkor az általános iskola tanulói, és szintén a Faragó Artúr atya lesz, aki még ünnepélyesebbé teszi majd a gyertyagyújtást. Köszönöm szépen, találkozunk jövő héten vasárnap.